gyógyszert rendszeresen. Gyógyszer vagy bármi egyéb allergiáról, ugye? Reméljük nem is fog. Az elmúlt egy évben nem kapott védőoltást, nem terhes, és nem is terhes a következő, itt néhány hónapon belül terhessége. És beleegyezik a védőoltást gyarlásán. Nyilván ezért van. Pénteken volt egy nagy kampányoltásunk, akkor soha nem látott mennyiségű oltóanyagot adtunk be. A megyében több mint 13 ezer oltást adtunk be. Ebben voltak A-oltások és B-oltások, Pfizer és Sputnik vakcinákból. Ez a Nyíregyházi József András Oktatókórházban több mint 5000 megjelenést és több mint 5000 oltást jelentett. Hihetetlenül nagy munkát végeztünk. Minden dolgozónknak nagyon nagy köszönet, hiszen reggel 7-től este 10 óráig voltunk jelen, és irányítottuk a beérkezőket. A mai nap körülbelül 2000 oltás, több mint 2000 oltás lesz a József András Oktatókórházban, és a telephelyeinken is Pfizer B és Sputnik második oltásokat adunk. Változott az oltóanyagoknak, vagy a vakcináknak az elérhetősége, nagyobb mennyiségben és többféle vakcina vált elérhetővé a lakosság számára. Ez bonyolította is az oltási folyamatot, hiszen most már arra kell figyelnünk, hogy milyen vakcinával A vagy B oltást kell beadni az oltásra érkezőknek, és ennek megfelelően kell a koordinációt is végezni. Kicsit gyermekcipőben jár még az időpontfoglaló rendszer, de nagyon bízunk benne, hogy ez egy jól működő és a szervezést megkönnyítő lehetőség lesz a továbbiakban az oltásra való jelentkezésre. A regisztráció mindenki számára kötelező. A regisztráció nem csak annyit jelent, hogy regisztrálni kell az oldalra, hanem a regisztrációnak aktívá is kell válni ahhoz, hogy bárki oltást kapjon. Az aktív regisztrációval, ami azt jelenti, hogy az a koronavírus.gov.hu oldalon visszaigazolást kap arról a regisztrált, hogy az érvényes regisztrációval rendelkezik, őket tudjuk oltani. A regisztrációt követően az időpontfoglaló rendszerben nagyon egyszerűen lehet időpontot foglalni, konkrétan helyszínre és időpontra. Amint ez a rendszer újra beindul, és a Sinopharm vakcina mellett az AstraZeneca-ra, illetve a jövő héten várhatóan a Sputnik kampányoltásra is lehetőség lesz időpontot foglalni, akkor azt kérjük a lakosságtól, kövessék nyomon a tájékoztatást, és erre az időpontfoglaló rendszerre lépjenek be online, foglalják le az időpontjukat, és a megfelelő időpontban érkezzenek az oltásra.